Sziasztok, én Nandi 9362 vagyok, és ez itt a Photoshop tutoriál harmadik epizódja. A mai epizódban a retusálást fogjuk átvenni, úgyhogy kezdjünk is neki. Most egy meglévő fájlt fogok megnyitni, ezt a képet. Szeretem azokat a képeket, amik sokkal nagyobbak, sokkal élesebbek. Először is használnám ezt az eszközt, a Spot Healing Brush Tool, vagy a Healing Brush Tool, én most ezt fogom használni. És megnyitok mellé még egy képet, amiről veszem a mintát, ez pedig legyen a brown, mint barna. És így lehet majd mintát venni, hogy mi szerint retusáljunk. De először is a retusálás az azt jelenti, hogy feljavítani egy képnek a minőségét. Legalábbis, hogy szebb legyen, kevésbé legyenek bőrhibák. Meg hasonló. Először is akkor ránagyítok a homlokra, mivel most ezt fogom... Most ezt fogom retusálni. Akkor ez a Spot Healing Brush Tool-ra rákattintok, és rámegyek a másik képre. Teljesen mindegy, hogy ez milyen, lehet innen is venni, de azért használom ezt a képet, mivel mintát kell venni, hogy mi szerint retusálja fel. Úgy tudjunk mintát venni, ugye itt látszik, hogy nem lehet. Megnyomjuk az Alt-ot. Akkor látszik, hogy megváltozik az ikon, rákattintunk, continue, és már is felvette a mintát. Először is megmutatom, hogy mire képes ez. Először a nagyobb bőrhibákat bejavítom, és aztán lehet igazából az egészet. Ez csak egy ilyen egyszerűsített módszer, szóval van ennél bonyolultabb is, de most ez tökéletes nekünk. Nagyobb bőrfelületeken lehet így nagyobb ecsettel dolgozni. Ez teljesen mindegy, hogy mégis kicsivel vagy nagyobbal dolgozunk. Hát főleg azért, mert hogy a nagy alatt kevesebb idő fog igényben lenni. És most menjünk egy részletesebb helyre, ide a szemöldök környékére. Ugye itt már gondolhatjuk, hogy nem elég ez a nagy, mert ugye el fogja mosni. Látszik, úristen, Ctrl-Z, ezzel lehet visszajönni. És itt a méretet átállítjuk minél kisebbre, és így minél részletesebb lehet. Állítsuk még kisebbre, és így be lehet menni a legkisebb rétegekbe. Én most ezt nem fogom megcsinálni, mert az időt vesz igénybe. Még itt ezt a részt egy kicsit feljavítjuk. Ezt a részt. Részletesebb munkát nem csináltam, szóval ne várjunk el olyan nagy eredményt, de azért láthatjuk, hogy ha megnyitjuk a history, vagyis az előzményeket, és rákattintunk, akkor meg tudjuk nézni, milyen volt az előző, a legelső, és azért láthatjuk a különbséget, milyen volt és ilyen lett. Nem tudom, közelről is milyen volt. Ragyás, meg minden, és ilyen lett. Na, a következő része a retusálásnak, az például a szemnek a javítása. Na, kijelöljük a szemet.
Igazából most csak így területesen mutatom be. Még egy kicsit hozzáadok. Ezt a shift-tel tudjuk megtenni. Hát így. És akkor megnyomjuk a Ctrl-L. Akkor kijönnek a levels. És akkor így lehet halványítani. De nem kell ahhoz Ctrl-L. Viszont itt van az összes. Én a Ctrl-U-t szoktam használni, a Hue-Line Saturation. Orize. És itt lehet színezni a szemet, amire szeretném. Most lenném. Pirosas, rózsaszínes, valami. Szelet, beszelet, és akkor... Ó! Látszódik gyorsan, hogy csinál a másikat is. Hol vagy? Na, lehet, hogy nem lesz teljesen egyforma a két szem. Ctrl-U, Polarize, és akkor... hát nem biztos, hogy ez forma lesz. Na, nagyjából szelek, beszelek, és akkor látszódik. Még az ajkakat megnyitom, ugyanezzel a módszerrel kell csinálni. Kijelöljük. És ugyanez Ctrl-U, persze ezt lehet pontosabban is kijelölni, de Ctrl-U, és akkor szépen adunk neki egy ilyen rózsás hatást. Ezt természetesen lehet elmosni, és hogyha valaki ez nem tetszik, lehet még kettővel. Ja, egyébként előző videóban mondtam, hogy ez az elmosás, ez a fakítás és elsötétítés. Csak rosszul mondtam. Esetleg még egy dolog. Lehet, hogy itt is akartam. Ja, hát ez itt elbújt a vizikon. Mindegy. Van egy olyan, hogy maszk, vagyis maszk, mi azt jelenti, és így most csak így felületesen nem tudom, a haj, nagyon szép, jelölöm, és akkor igazából a maszk is egy sima kijelölés, csak rámossa még a képre. Igen. És akkor egy ilyen pirosat ad. Ez nagyon csúnya. Úgyhogy még egyszer megnyomjuk. És akkor kijelöli. Viszont nem azt jelöli ki, amit mi szeretnénk, hanem a, ami körülötte van. Egy Shift Ctrl I, de nem mutatom itt is. Shift Ctrl I, vagyis inverse, vagyis most már amit kijelöltünk, azt csinálj, azt színezi be, vagy amit szeretnénk. Ctrl-U, Alright, és itt lehet színezni a hajat. Igen, egész rózsaszín lett. Beszélek. És tessék. Ezt persze lehet sokkal fontosabban is csinálni. Ezt most csak azért mutattam meg, hogy lássátok, hogy hogy is kell csinálni. Nani 962 voltam, sziasztok!